Ez a Pápavárosi Televízió adása is benne a Híradó szeptember 13-án pénteken. Köszöntöm nézőinket! Éppen 30 éve, 1994-ben adták át a Petőfi Sándor gimnázium épületét. A jeles évfordulóra emlékezve a gimnáziumban ünnepi keretek között felavatták az iskola egykori igazgatójának, Varga Gézának emléktábláját. Varga Géza igazgató 1989-ben vette át a gimnázium vezetését, s oroszlán része volt abban, hogy a Petőfi új épületben folytathatta a munkát 1994-től, hangzott el az ünnepi rendezvényen, melyen az iskola diákjai közreműködtek. Új helyre költözésének 30. évfordulója alkalmából a Petőfi Sándor Gimnázium méltó ünnepséggel emlékezett Varga Géza igazgató úrra. Varga Géza 30 éve dolgozott már a gimnáziumban, amikor 1989-ben nehéz helyzetben vette át az iskola igazgatását. Újraindult a református gimnázium, s évekig egymás mellett működött a Petőfi és a Refi a március 15-e téri épületben, mondta beszédében Bognár Anita igazgató. Varga Géza vezetői hozzáállásának, következetességének, kitartásának és diplomáciai érzékének köszönhetően az épület közös használata a református gimnáziummal, majd fokozatos átadása nagyobb zökkenőt nélkül folyt. A városvezetéssel és az egyház képviselőivel folyamatosan egyeztetve, mindig az iskolája érdekeit szem előtt tartva oroszlán része volt abban, hogy gimnáziumunk új épületet kapott, mely a lehetséges helyszínek közül a legoptimálisabb helyen, itt a Várkert úton épült fel. Varga Géza részt vett az új épület tervezésének előkészítésében, szakmai elbírálásában, és irányította az átköltözés munkálatait. 4 évtizedes munkájának legnagyobb érdeme gimnáziumunk fennmaradása, az új épület felépülése. Varga Gézának ez az iskola volt az élete maga. Dr. Áldozó Tamás polgármester személyes hangú beszédben emlékezett az egykori igazgatóra, tanárára, alma máterére. Én büszke vagyok arra, hogy Petőfi is voltam. Az én emlékeim ez az épülethez nyilván nem kötődhetnek, mert én a másikban végeztem. De 1994 óta, amikor valahol itt voltam, fölén az évnyitón a második sorban, mert átláttam az előttem álló feje fölött, ez az épület is a részemé vált. És legyenek büszkék erre az épületre, legyenek büszkék ennek a közösségnek, ennek az iskolának a hagyományaira, legyenek büszkék az összes önöket megelőző Petőfis diákra. A polgármester hozzátette, a diákok legyenek büszkék a Petőfis értékekre, melyek nagyban köszönhetők Varga Géza igazgató úrnak. A rendezvényen részt vettek Varga Géza igazgató úr gyermekei, Varga Beáta és Varga Ákos. A család nevében Varga Beáta emlékezett, s köszönetet mondott az ünnepség megszervezéséért. Biztosan tudom, hogy ő ezekben bátyám ismerést. Elég volt számára az a büszkedőm, hogy 1994 óta láthatta a szeretett iskolájának a fennmaradását, továbbélését, boldogulását, és hogy az új Petőfi gimnázium 25 éves jubileumi ünnepségén még személyesen részt vett. A Petőfi gimnázium nevelő testülete Kömöcsi István tanár úr kezdeményezésére emléktáblával tisztelget Varga Géza előtt. Az emléktáblát, mely kőris alapon fekete diófából faragott dombor portré, Csernecki Attila tanár úr készítette. A Pápai Csülök Cicege és Borfesztivál második napján az időjárásra igen, a fellépőkre, ételekre, italokra viszont nem lehetett panasz. Két színvonalas koncertet hallhatott a közönség, a mai zenei paletta legnépszerűbb dalai mellett felcsendültek örökzöld slágerek is. A viszontagságos időjárás ellenére is többen kíváncsiak voltak a borcsütörtöki programokra. Az Eszterházi kastély udvarában felállított színpadot elsőként a Megafon Zenei Egyesület vette birtokba. Az egyesületnek rengeteg fellépése van, valamint versenyekre is rendszeresen járnak. A fesztiválon hallott dalokat hamarosan egy megmérettetésen is előadják a fiatalok.
Ez a repertoárunk tulajdonképpen egy elég színes repertoár volt, mert szeptember 28-án lesz a Gemenc hangja országos énekverseny, és arra készülünk, oda 21 produkciót viszünk, és ezekből adtunk egy ízelítőt. Tehát tulajdonképpen egy ilyen verseny előtti megmérettetés volt egy kicsit. A koncertre szép számmal érkeztek családtagok, akik egy pohár bor mellett élvezhették a gyerekek előadását. Az unokámat néztem meg hát a többieket, mert nagyon tehetségesek. Talpra esett gyerekek, jó hangulat, jó hangulatot csináltak, kár, hogy az időjárás ilyen. Negyedes Katalin hozzátette, valószínűleg az időjárástól függetlenül is részt vesznek majd a Csülök, Cicege és Bor Fesztivál további programjain is. Volt, aki azt mondta, a fesztiválért jött ide, ha már itt van, minden nap eljön egy kicsit szórakozni. A fesztiválra jöttünk, ugye minden évben itt vagyunk, szeretünk fesztiválokra járni. Ha nagyon hideg van, akkor természetesen hazamegyünk, de akkor is körülnézünk, ha már egyszer eljöttünk. Brigi és Zolka 3 éve zenélnek együtt ebben a formációban. Színes repertoárral érkeztek, mindenki találhatott kedvére valót a dalok között. Nagyon színes a kínálatunk, magyar slágerektől a külföldi slágerekig, egészen talán 70-es évekig visszanyúl. Napjaink slágerei, úgyhogy mindenki megtalálja a kedvére valót, azt gondolom. A fesztivál 3. napján pénteken a zenei programok mellett hivatalosan is megnyitják a Pápai Csülök, Cicege és Bor Fesztivált. A borsos-győri Laki utcai járda újjáépítése után a nyáron a Pályélek utcában és a Kazinci utcában végzett járda felújítást a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. Építőipari csoportja. Következő helyszínük a belvárosban lesz. A szakemberek előbb a Szent László utcában fognak dolgozni, a kimozdult, széttöredezett köveket cserélik ki, majd a Petőfi utcában megsüllyedt szakaszt állítják helyre. Kádár Stella, a VFT ügyvezetője arról adott hírt, hogy várhatóan a jövő hét elején vonulnak fel a Szent László utcába az útjavításhoz. Természetesen az időjárástól függ, hogy mikor kezdhetik meg a munkát. A Szent László utcai helyreállításhoz teljesen le kell majd zárni az utcát, figyelmeztetett az ügyvezető. A kiskocka köves útburkolat javítása várhatóan 4 napig tart majd, ez idő alatt nem hajthatnak be a járművek az utcába. A munkakezdés pontos időpontjának kijelölését követően az érintett lakókat külön is értesítik majd az útlezárásról. Megtartotta szeptemberi ülését a Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat is. A PNNÖ testületének tagjai módosították a költségvetést és egyeztették az őszi programokat. Októberben és novemberben több rendezvényt is szerveznek, valamint pápa ad otthont a vármegyei német nemzetiségi gálának is. Csütörtöki ülésén a Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat módosította a 2024-es költségvetését, mert megérkezett több programpályázati támogatása. A PNNÖ többek között egy kirándulás szervez októberben, melyre hamarosan lehet jelentkezni. 300.000 forintot nyertünk egy szakmai napra, amint szeretnénk az érdeklődőkkel elmenni Bajára. Tavaly volt a betelepítés 700. évfordulója, ennek kapcsán szeretnénk az Ulmerschachtet megnézni. Ez az a deregje, amivel Ulmból elindultak a Magyarországra a németek, és aztán itt hazát találtak. Illetve szeretnénk egy kis ékszerdoboz falut megnézni ott Baja mellett, Baja környékén. Szeptember 27-én tartják a Munkácsi iskolában a Sultűte programot. Az édességcsomagokat ezúttal külön ünnepség keretében kapják az elsősök. Szó esett a Német Nemzetiségi Megyei Gáláról is, mely október 12-én lesz Pápán. Bevállaltuk azt, hogy megszervezzük mi annál is inkább, mert ez nem lesz egy hagyományos gála, mert elköszönünk a nagyon régóta munkáját végző megyei elnökünktől, Heilig Ferenctől, úgyhogy ez egy szép rendezvény lesz. Az ülésen a PNNÖ képviselőtestületének tagjai döntöttek arról is, hogy november 6-án tartják a Munkácsi iskolában a német szép kiejtési versenyt. Az egész éves programot pedig majd az adventi hangverseny zárja.
Még 3 napja van az adófizetőknek arra, hogy teljesítsék a második fél évre szóló fizetési kötelezettségüket. A helyi adók befizetésének határideje szeptember 16-a éjfél, eddig kell a magánszemélyek kommunális adóját, a telekadót, az építményadót és a helyi iparűzési adót megfizetni. A kommunális adóhoz a lakosok már tavasszal megkapták az értesítőt és mindkét fél éves csekket, így most a hivatal nem küldött csekket az érintetteknek. A helyi adókat azonban átutalással és elektronikus úton is meg lehet fizetni, aki pedig márciusban már befizette az egész éves adót, annak most nincs teendője. A magánszemélyek kommunális adójának összege 2016 óta változatlan 15 000 forint, ennek a felét kell befizetni a szeptember 16-ai határnapig. 157 alkotás kapott helyet a Pápai Református Gimnázium őszi diáktárlatán. A kiállításon az előző tanév második fél évében készült kiemelkedő munkák kaptak helyet. A grafikus és festő tanszak növendékei is rendkívül változatos anyaggal vesznek részt a tárlatban. A Refis képzőművészet is növendékek munkái láthatók az őszi diáktárlat anyagában, a gimnázium dísztermében. Itt van egy ilyen pedagógiai célzat is, hogy amikor végre megindultak és jöttek a sziporkázó ötletek, hogy akkor ezt jutalmazzuk azzal, hogy ezt a sokféle ötletet, ezt az igényes kivitelezést, ezt mind megnézhetik az iskolatársak, a képzőstársak. A festő tanszakos növendékek is többféle anyaggal dolgoztak, olajfestékkel, pasztellel és akvarellel. A tanulmány jellegű munkák mellett kaptak feladatul nagy alkotók műveinek másolását és tovább gondolását, de készültek saját kompozíciók is. Nagyon különlegesek a reneszánsz festményekhez készült monokróm tanulmányok. Nagyon szépek, tehát ezek viszonylag kisméretűek, és ennek megfelelő finomsággal vannak kidolgozva, tehát az nagy érték, és különleges hangulatú. A grafikusok is rendkívül változatos feladatokat kaptak az elmúlt tanévben. Többek között keleti hangulatú, kaligrafikus illusztrációs világot örökítettek meg, de természetesen dolgoztak a sokszorosító eljárásokkal is. A nyomatoknál a alapnyomat, fantázia átdolgozás, és akkor ezeknek a kombinálása. De ugyanígy benne van az iskola belsőnek először tanulmányrajzot készítettek, utána ennek egy linómetszetét elkészítettek, és akkor annak a színes változatai. Kerpel Péter elmondta, a most érkezett 9. évfolyam növendékei is rendkívül ügyesek, lelkesek és tehetségesek. Én azt látom, hogy jól sikerült a múlt évben a felkészítő szakkör, sokan jártak, ezért őnekik nem annyira ismeretlen ez a környezet és ez a felfogás, amiben foglalkozunk velük, és igyekeznek fölvenni a fordulatot, tehát hogy jó évfolyamunk lesz. A kiállítás megnyitón közreműködött a gimnázium Párlándó leánykara Parola Csaba karnagy vezetésével. Az idei immár a 18. Arszakra Fesztivál. A fesztivál programjaihoz csatlakozva a Pannonia Reformata Múzeum vendége lesz Szabó Ferenc evangélikus tábori püspök helyettes, aki szombaton a béke igazsága, vagy az igazság békéje, az igazságos háború elvétől az igazságos békéig címmel tart előadást 16 órától. A Pannonia Reformata Múzeumban ezen a napon Isten háza a békesség háza címmel családi tárlatvezetés lesz az ótemplomban, a kézműves alkotóműhelyben pedig az érdeklődők galambos kopogtatót vagy templomperselyt készíthetnek majd. Kedves nézőink, híreink végén pedig most nézzük a hétvége időjárását. A Pápa MH47. Bázis repülőtér meteorológiai csoportjának előrejelzése szerint szeles, szürke, csapadékos lesz a hétvégi időjárás. Szombaton is borús, késő őszies idő ígérkezik, csapadékra továbbra is kell számítanunk. Délelőtt élénk, délutántól már egyre erősebb lesz az északnyugati szél, melyet viharos lökések kísérnek.
A legmagasabb hőmérséklet 11 és 14 fok körül alakul, de az erős szél miatt ezt jóval kevesebbnek fogjuk majd érezni. Vasárnap hajnalra 7-8 fokig hűl a levegő. A hét utolsó napján is erősen felhős, borult lesz az ég. Eső a reggeli, délelőtti órákban lesz inkább jellemző, délután kisebb esély van csapadékra. Erős, viharos északnyugati széllel indul a nap, 12-13 fok körül alakul majd a csúcshőmérséklet, de a szombatihoz hasonlóan ezen a napon is ezt jóval kevesebbnek fogjuk érezni. Hétfő reggelre lassan mérséklődik majd a légmozgás, és 10-11 fokig hűl a levegő, de újra várható csapadék. Kedves nézőink, ezek voltak híreink péntek 13-án szeptemberben itt a Pápavárosi Televízióban. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!